Folytatódik a Majosi Művelődési Ház felújításának második üteme. Jelentette be az örömteli hírt filóni Ferenc boja bonyhát polgármestere. A kivitelezővel megtörtént a szerződés aláírása, így már nem gördül akadály a munkálatok megindítására. A közbeszerzésen nyertes kivitelezőnek jövő tavaszig kell befejeznie a második ütem munkálatait. A testület közel 100 millió forintot rendelt ehhez, amit a közgyűlés egyöntetően szavazott meg. Az első ütemhez hasonlóan 100%-ban önkormányzati forrás. A város megtakarításaiból finanszírozza a sokak által várt beruházást. Néhány évvel ezelőtt már kicserélték az ingatlanon a nyílászárókat, és megcsinálták az utcafronti homlokzatot. Most ennél átfogó felújítás veszi kezdetét ősztől. A második ütemben, amiről jelenleg itt szó van, a komplet külső-belső helységeknek a felújítása fog zajlani. A homlokzat tekintetében a vakulatok levelésre kerülnek, úgy szintén a belső helységben komplet padlóburkot, rétegrendek cseréje, valamint a szaniterek víz és szennyvíz alapvezetékek, villamos alapvezetékek cseréje, valamint a világítótestek, lámpatesteknek a komplet cseréje zajlik. A kivitelező 240 nap alatt újítja meg teljes egészében az épületet. Az első ütemben már megújult a teljes tetőszerkezet, a belső tánctér, a padló, új fűtési rendszert és vizes blokkokat alakítottak ki a komplett fűtés korszerűsítés, hogy az első ütemben megvalósult a hőszivattyúnak az elhelyezése, itt a második ütemnek itt a, a, gépészeti szerelvények, illetve az elhelyezése fog zajlani, és a munkateletet várhatóan szeptember közepe vége fele fogjuk elindítani, vagy a kivitelezést akkor fogjuk jobban mondva elindítani. A szebb napokat is látott terasz is megújul. A szerződést aláírtuk, és a szerződés szerint 240 nap áll rendelkezésre a kivitelezésnek arra, hogy itt a majosi kultúrás teljesen megújulhasson. Én nagyon bízom benne, hogy nagyobb akadályok nélkül végre a majósiak álma megvalósulhat, hiszen nagyon régóta várják, hogy ez az épület olyan állapotba kerüljön, ami méltó ehhez a település részhez is, és magához a kultúrházhoz is. Nagyon sok színes program volt itt évekkel ezelőtt, amikor még lehetett jobban használni ezt az ingatlant. Nőnapokkal, farsangi mulatsággal és születi, az utóbbi években már születi bálokkal is gazdagodott ez a program. Bízom benne, hogy a jövő tavasszal, ha jól számolunk, ugye a 240 nap, az körülbelül 8 hónap, most augusztus közepén vagyunk, valamikor április közepén zárul le a kivitelezés, és ezért abban gondolkodhatunk, hogy jövő tavasztól már birtokba vehetik a majoséak a megújított kultúrházat. Valós igény van az épület helyre egyrészt azért, mert nagyon rossz állapotban van, másrészt a helyi civil szervezeteknek és korosztálytól függetlenül a lakosságnak is egy olyan teret biztosít majd, ahol kultúrát körülmények között találkozhatnak, programokat szervezhetnek, közösségi életet élhetnek.